Andi Böze a Campus Hungary program népszerűsítésére jött létre. Azt szeretnénk, hogy a Debrecenben hallgatói, oktatói, kutatói minél jobban megismerjék ezt a lehetőséget. Ez a lehetőség nagyon egyedi, abból a szempontból, hogy különböző időtartamú, különböző rétegeknek megcélzó ösztöndíjakról beszélünk, és egy bő két éves intervallumon belül rengeteg pályázati lehetőség van. A rendezvényen az Erasmus program, ennek a Campus Hungary programnak és egyéb más hasonló társprogramoknak a képviselői adtak egy rövid összegzést arról, hogy mit is kínálunk ebben a csomagban. Ennek a programnak van folytatása, mivel több beadási határidő van. Az elkövetkezendő két évben körülbelül fél évenként vannak úgynevezett pályázati kiírások vagy beadási határidők, amire lehet készülni, tehát a most itt érdeklődők még a március 10-i határidő után is bátran készülhetnek, és egy augusztus végi, illetve jövő februári előreláthatóan több mint 4 alkalommal adhatják be a pályázataikat. A program maga hasonlít egy Erasmus programhoz, abban különbözik, hogy rövid távú, illetve csoportos programokat is lehet pályázni, valamint az oktatók és az oktatási személyzet részére is vannak egyedülálló lehetőségek. A Debrecen Egyetemen mi azt próbáljuk a hallgatóknak, oktatóknak hangsúlyozni, hogy fontos, hogy külföldön a hosszabb, rövidebb ideig valamilyen szintű gyakorlatot, tapasztalatot szerezzenek, akár egyetemista éveik során, akár kutatóként, vagy akár itt dolgozóként. Az egyetemen több mint 2000-2500 külföldi hallgató van. Nagyon fontos, hogy a mi hallgatóink is lássanak világot, járják körbe a külföldi intézményeket. 2012-13-as tanév első szemeszterét Nizzában töltöttem, Erasmus ösztöndíja. Hát ezt a lehetőséget mindenkinek csak ajánlani tudom, hiszen úgy gondolom, hogy mind szakmai téren, mind személyes téren nagyon sokat ad a hallgatóknak. Hát a nyelvi szintet azt egyértelműen javítja, másrészt pedig úgy gondolom, hogy talpra esettséget, türelmet nevel az emberbe, és sokkal nagyobb önbizalommal térhetünk haza. És úgy gondolom, egy olyan életvilág szemléletet sajátíthatunk el a külföldiek segítségével, ami az itteni hétköznapokban is mindenképpen alkalmazható.